Köszöntöm nézőinket és üdvözlöm a stúdióban vendégemet, Kovács Antalt, a Szentendrei Rotary Klub soros elnökét. Üdvözlöm sok szeretettel. Üdvözlöm a kedves nézőket és önt is. Egy apropó miatt vagyunk itt, mégpedig tegnap volt egy nagyon szép átadás itt Szentendrén, az egyik általános iskolát segítette meg a Rotary Klub. Nagyon sok hasznos eszközzel. Mi volt ez pontosan? Hát igen, a mi klubunknak ezt a Bárci Gusztáv iskola projektet elkezdtük 3 éve, és a 3 évvel ezelőtt láttuk, hogy a sportpályájuk az szinte használhatatlan, aszfaltos volt, fel volt puffadva, és akkor az akkori elnök, a 3 évvel ezelőtti elnök eldöntötte, hogy megszavaztatta ezt egy olyan projektet, hogy burkoljuk le rekordtánnal ezt a pályát, ahol ezek a sérült, meg szegényebb körből származó gyermekek járnak ebbe az iskolába, hogy egy kellemesebb legyen a sportpálya. És amikor a sportpályát elkészítettük, akkor láttuk a nagy örömöt a gyerekeknél, hogy mennyire örömmel használják, balesetmentes, és a mozgás látszottatjuk, hogy ez nekik nagyon fontos. És akkor utána, amikor én voltam az elnök ebben a Rotary évben, ugye tavaly július 1-től vagyok ez év június 30-áig, akkor a klubunk megtárgyalta további lehetőségeket, hogy hogy lehetne tovább lépni ennek az iskolának a támogatásán. És úgy döntött a klub, hogy ebben az évben a fő támogatott a Bárci Gusztáv iskola lesz. 2 részre bontottuk a támogatást, az egyik a sporteszközfejlesztés továbbvitele, tehát a sportpálya kiegészítése, valamint síralmas volt a számítástechnikai kabinetjük a iskolának. Mikor beszéltünk az igazgatóasszonnyal, hogy ez a 2 irányban menjünk-e tovább, azt nagy örömmel fogadták, és abból azokból kifolyólag is, hogy a számítástechnika laborjukban hát nagyon régi gépek voltak, régi szoftverekkel, a Sulinet az adja a programokat, de azokhoz a gépekhez nem lehetett még programokat se adni, mert azok a gépekre, mint a vas, tehát a hardware oldala rettentő rossz volt. És akkor hát eldöntöttük, hogy a számítástechnikai kabinettet felújítjuk, kidobunk minden régi gépet, és veszünk vadi új gépeket a gyerekeknek. Ez volt az egyik projekt rész, a másik pedig, hogy a testnevelő tanárnő, akivel beszélgetünk, azt hát panaszkodott, hogy volt nekik egy udvari trambuliuk, ami a Klikké volt, és a Klik azt elvitte tőlük valami oknál fogva. És milyen jó lenne, hogyha ismét lehetőség nyílna erre egy ilyennek, hogy gyerekek a udvari mozgását segítenénk elő. És akkor eldöntöttük, hogy jó, hát akkor veszünk nekik egy ilyen nagy trambulint, és veszünk ilyen udvari testedző gépeket, amelyen a gyerekek szabadon dolgozhatnak a szünetekben, vagy még utána is. És ez volt a 2 projekt, amit megvalósítottunk ebben az évben. Hogy milyen forrásokból, hát azt gondolják, majd elmondom. Igen, arra is kíváncsi lennék, és tegyük azért hozzá, hogy 2 wifi hálózatot is kapott az iskola. Igen, az is egy... Amikor az én jó barátom, Plávecki Viktor, megkértem, hogy segítse ezt a számítási kabinetet felújítani, ő egy nagyon régi barátom, én a Hey Groupnál dolgoztam, és a Hey Groupban ő volt a fő informatikus, és hát nagy örömmel vállalta, és megnézte, és akkor elájult, hogy minden gyerek kapcsolódhat a internethez, és minden felületet elér. És akkor azt mondta a Viktor, hogy meg az igazgatóasszony is, hogy akkor korlátozzuk ezeket a hozzáféréseket, és ez kellettek az új wifi átjátszók, hogy az iskola teljes egészében lehessen internetre kapcsolódni, és egy tűzfalat is vásároltunk, amivel programozható a tiltott oldalaknak a letiltása. Ez egy nagyon fontos volt pedagógailag.
Bizony fontos ez a gyermekeknél, hogy ismerjék a határaikat, hogy mit így lehet van, és pontosan, mit így nem. van. Viszont a Rotary határok nélkül segít, hiszen nagyon lelkes és egy nagyon odaadó csapat van itt Szentendrén az elnevezés mögött. De milyen forrásból valósult ez meg, és mekkora összeg az adomány? Igen, amikor eldöntöttük, hogy ezt a két projektet véghez visszük, még nem is gondoltuk, hogy ez mennyibe fog kerülni. És az első projekt a számítástechnikai kabinet projekt volt, és mikor kiderült, hogy ez 901 millió forint szükséges, akkor összetudtuk a fejünket, és azt mondtuk, hogy a 2016 tavaszán rendeztünk egy teniszversenyt a Erste Private Bank és az Erste biztosító és a mi klubunk tagságával egy ilyen teniszversenyt rendeztünk, és a nevezési díjakból hát abban 300-350 ezer forintot tudtunk összegyűjteni, és ezt a rendező, az Erste felajánlotta teljes egészében a Rotary klubunknak, hogy használjuk jótékonysági célra. Ez volt az első forrás. Utána azt mondtuk, hogy mi minden évben augusztusban csinálunk egy ilyen kacsaverset, már nagyon ismert Szentendrén, ez volt az ötödik alkalom, hogy megrendezzük ezt a kacsaverset. Ez egy Tinusz Tamás nevű tagunknak volt az ötlete még ezelőtt 5 évvel, ahonnan valahonnan Bajáról szedte ezt az ötletet. És hát megrendeztük ezt a kacsaprogramot, itt a kis 1000 kacsát dobunk a patakból, a gyerekek nagy örömére figyelik. Hát ha látták a képeket, gondolom, a tévénézők, meg akik ott részletek ezekben a programokban, azok láthatták, hogy a gyerek nagy örömére, öröm látni őket, hogy figyelik a kacsáikat, hogy kivérbe, és az első 20 kap ajándékot. És ez a vonzó ebben, és 500 forint támogatói jegyet adunk ilyenkor, vagy adunk ki, és akkor kérjük a résztvevőket, hogy hát ennyi ajánljanak fel. És ebből összejött ebben az évben 260-280 ezer forint. Az összes költség, ami ezzel kapcsolatban volt, azt a klubunk által, tehát amit mi adományként megkaptunk, azt mind felhasználtuk erre a célra. A következő volt, mi minden évben már 19, ugye most 19 éves a klub, most lesz 20. éves, rendezünk itt a Szentendrei főtéren ilyen adventi bor árusítást. Ezt a Rotarynak ez egy nagyon standard bevett adománygyűjtési akciója. Az országban ugye 52 klub van, mind az 52 klub szinte csinálja ezt a adománygyűjtési projektet, és ebből nagyon sok pénz jött idén be. És azért jött be sok pénz, mert megváltoztattuk a formáját ennek az adománygyűjtésnek. Ebben az évben, meg már talán tavaly is úgy csináltuk, hogy ugye kapunk ingyen a várostól helyet, kapunk ingyen faházat. A rotais társaink, akik éttermesek, meg szállodások, azok ingyen adják a bort. A Bükkös Hotel az ingyen forralja föl, hozza, megcsinálja meg ezt a bort. A többit, a süteményeket sütik az asszonyok. És azt csináltuk, hogy kértünk minden klubtagot, hogy a lehetőség szerint a gyerekeket, feleséget, aki ráér, cserediákjainkat, azokat hozzák, hogy segítsenek. És mivel a Bárci Gusztáv iskolát gyűjtöttünk, megkértük az igazgató asszonyt, az Éva asszonyt, hogy a pedagógusok is vegyenek részt ebbe az adománygyűjtésbe, hogy érezzék azt, hogy a klub mennyi erőfeszítése van, hogy gyűjtjük a pénzt ezekre a projektekre. És lám, az iskola teljes tanári kara szinte ott volt, vagy szombaton, vagy vasárnap, és úgy gondoltuk, hogy aki benn áll ebbe a faházba, az csak a borral foglalkozik, de mi rotarisok kint beszélgetünk a borárulás előtt, és gyakorlatilag mi a közönséggel beszélgetve invitáltuk meg egy pohár borra, és akkor elmondtuk a projektjeinket, és közben elmondtuk, hogy adományozhatnak is. És így ebből 650 ezer forint adomány jött össze, utóbbi évek egyik legnagyobb gyűjtése volt.
Még van egy forrás, ami van, ugye civil szervezet gyűjthet az 1%-os SZIA-ból, és az SZIA-ból és minden évben tudunk a baráti kör kapcsán gyűjteni, és ez olyan 200 000-400 000 forint között szokott lenni. Egy éve 200, két éve mondjuk 400. Hát ezt az összeget is erre a projektre ajánlottuk föl. És még hiányzott egy pár tízezer forint, az pedig a saját klubnak a saját alapjából fizettük, mert a klubnak van saját alapja, ugye klub tagdíjat fizetünk, és azt gyakorlatilag nem költjük el teljes egészében, ami marad, az szabad felhasználásra marad a klubban. Itt Szentendrén is több rotari hagyomány elevenedik meg évről évre. De honnan ered maga a rotari, és mikortól jegyzik Magyarországon? A Rotary 1905-ben alakult Philadelphiában, Amerikában. Paul Harris nevű ügyvéd és három társa alapította ezt a... Ugye akkor Amerikában volt ez a alkohol tilalom, és hát akkor elég rosszul éltek az emberek, és megalakították egy ilyen jótékonysági céllal ezt a humanitárius céllal, inkább úgy mondanám ezt a szervezetet, és ez nagyon gyorsan elterjedt a világon. Magyarországon 1925-ben lett az első klub, már is hoztam ezt a kis könyvet, megnézem, hogy ugye 25-ben a Budapest klub alakult, Hungary, itt van benne, Budapest 1925-ben alakult, Igen, akkor alakult az első klub Magyarországon. Utána ugye szünet volt a háború, ez a háborúig működött Magyarországon, akkor még alakultak sorba a klubok. És 1939-ben aztán véget ért a Rotarynak ez a lehetősége, 40 a háború után nem lehetett, ugye a szocialista diktatúrában, és 1989-ben alakult az első, ismételt megalakult a Budapest klub, és most pedig 52 klub van az országban. Mi azért nagyon szép és külön öröm, hogy itt Szentendrén is van. Igen. Egy klub. És számtalan dolgot köszönhetnek egyébként önöknek a szentendrélyek, úgy, mint itt a főtéri posta előtt lévő padot, akkor számtalan bicikli tárlót, a mozi előtt. Igen. És még lehetne sorolni az elkövetkezendő időszakban egyébként, miket terveznek, milyen programok szerepelnek, hiszen ösztöndíjuk is van a diákoknak. Igen, hogy lehet. A Bíz magadban ösztöndíj az van, az még hátra van ebben az évben, most lesz majd abszolválva, akkor a zeneiskolát is, a Bucsis Tihamér iskolát is támogattuk ebben az évben, akkor hát csak úgy gyorsan áttekintve. Igen, hát Bucsis projekt, az orvosi rendelőnek előtt padokat helyeztünk el az időseknek, vaktérképet csináltunk a Duncse utca végén, akkor csináltunk egy vaktérképet a Skanzennél, akkor támogattuk a gyermekélelmezési projektet, ez volt a legnagyobb projektünk, ez több mint 7 millió forint volt, ez 10 éve történt, amikor az egyik rotaristársunknak a gyerekei, ugye jártak, óvodásak voltak a gyerekei, és akkor látták, hogy műanyag edényekből lesznek, és hát otthon pedig mindenki rendes eszköz, és akkor kitalálta azt a projektet, hogy minden ahol lehetséges, és akik, amelyik óvodák is pályáznak, vagy itt közétkeztetési intézmények, azoknál veszünk rendes eszközöket, mosogató berendezéseket, mosogatóképeket. A projektünk volt a ház, ahol vettünk egy mosógépet ezeknek a homeless-eknek, úgyhogy nagyon sok projektünk volt. Itt megnéztem az utóbbi 1910-től 12 millió forintot fordítottunk projektekre, és ez csak a városban létesültek meg. Most ugye az van, hogy minden évben új elnök van,
ez egy nagyon jó dolog. Az új elnök új feladatokkal, új szellemiséggel, új tettlekészséggel lép fel, és én is így voltam ezelőtt egy évvel. Egy évet el lehet fáradni egyébként, ugye ennek van saját munkája is, saját üzlete, világa, és mindnyájunknak, ugye, itt senki sincs, aki nem dolgozik ebben a klubban egyébként. És most az új elnök jövő hónapban, június 15-én lesz az új elnöknek a bemutatkozása, az én elnökségemnek a befejezése, értékelése, és az új elnök, Haragos Gábor, az el fogja mondani, hogy mit kíván megvalósítani, milyen adománygyűjtési projekteket akar csinálni, és meg fogja szavaztatni a klubbal. A minden projektet megszavaz a klub. Tehát a klub elnök az jó, hogy eldönti, de te most is a klubnak kell eldönteni. És akkor a klubnak lenni kell vállalkozóknak, vállalkozó szellemieknek, akik ezeket a klub, ezek a projekteket végigviszik. Ugye hát nem csak az elnök dolgozik ebben a projektben, hanem a tagok. És hát az is elég nehéz megtalálni egyébként. Igen, mert nem csak megszavazzák, hanem a kivitelezésben hát is tevékenyen részt. Hát sajnos igen, ez egy nagyon, nagyon nehéz feladat, és rengeteg munkával jár. Hát ez a Bárci Gusztáv iskola, az is hányszor ki kell jönni, hányszor kell, fel kell mérni. Hát a végig tárgyalni az üzleti világban, hogy olcsón adjanak termékeket, hogy ez egy nem egy profitorientált vásárlás, hanem egy adományozói akció. Tehát ez egy nagyon nagy feladat mindenki számára egyébként. Lesz együttműködés a továbbiakban az iskolával? Nem kerülhetem meg a kérdést. Hát igen, azt hiszem, hogy lesz. Most lesz megint egy teniszverseny június 18-án, amit is szintén az Erste Bank biztosító és a mi közös rendezésünkben a Feneketlentónál, és ottan meghívunk sok-sok barátot teniszezni, és itt megint számítunk egy jó pár százezer forint nevezési díjra, amit szintén felajánlott ez a közösség. És itt az új elnök már mondta, hogy ezt is ajánljuk fel a Bárci Gusztáv iskolának. Hogy aztán ebből melyik, milyen projekt valósul meg, hát az majd egyeztetés kérdése, illetve a tagság kérdése. Meg én nem tudom, mi van a fejében az új elnöknek, majd meglátjuk, hogy miket fog kitalálni, mert a forrásokat azok, vannak standard forrásgyűjtési akcióink, ugye ez az adventi adomány, a kacsaverseny, és ezek általában 1 millió forint körül biztos minden évben várhatók, és ezeket az új célokra az új elnök majd meg fogja gondolni. Hol tart most a Bíz magadban ösztöndíj? Hát a Bíz magadban ösztöndíj, hát az igazság az, hogy 5 jelenkezőnk van. Hát hogy most ezt mi jól csináltuk, vagy mi nem csináltuk jól, hogy az iskolák csinálták rosszul, mert ugye 10 helyet gondoltunk mi, hogy fogunk támogatni. Én úgy hiszem, hogy nagyobb együttműködés kell a tanárok és a Rotary Klub között. Fel kell éleszteni a Szentendrei iskolákban a tanárokat, hogy vegyék komolyan, hogy a Rotary Klub szeretne ösztöndíjakat támogatni, és hogy vegyék rá a diákokat, hogy pályázzanak ebbe a Bíz magadban pályázati rendszer keretéből, amiket mi találtunk ki a klub. Tehát 5 jelenkezőnk van, 5 pályamű készült, vagy készül még, és azt ebben a hónapban fogjuk értékelni, befejezni, és hát több százezer forintot fogunk erre fordítani. Aki nyernek, azok kapnak lehetőséget arra, hogy abban a pályázati szakmában, amiben pályáztak, abban mi támogatjuk őket nem készpénzzel, hanem a fejlődésüket fogjuk finanszírozni. És ez itt tart. Úgyhogy kicsit át kell gondolnunk jobban majd a jövő évben, hogy nagyobb együttműködésre kell készíteni az iskolákat. Hiszen nagyon sok értékes fiatal ember és rengeteg, van. Rengeteg. És ha jól tudom, akkor középiskolásoknak szól ez az egész. Ez gimnazistáknak szól, igen.
És azért itt Szentendrén van belőlük, hála Istennek, bőven. Hát igen, bőven, de csak most kevés gimnázium vett részt ebbe. Lehet, hogy mi rontottuk el, hogy nem mentünk el osztályfőnöki órákra, nem tudom, elképzelhető. Megmondom, nem én vagyok a projektnek a vezetője, a kollégáim. Van egy csapat, kis csapatunk a klubban, akik már 5 éve foglalkoznak ezzel a ösztöndíjjal, és még beszélgetünk, akkor lehet, hogy kiüresedtünk, de hát reméljük, hogy valami inkább adminisztratív és hiba történt abban, hogy nem voltunk elég aktívak, mi sem, meg a tanárok se, ahhoz, hogy a gyerekek kevesen pályáztak. Vagy talán a gyerekek most egy kicsit másfelé koncentráltak. Igen, ez a másik, hogy hát a jó ég tudja, hogy ebben az internetvilágban, meg ebben az okostelefonos világban ez a mezei ösztöndi program, így ez megvalósulhat-e. Egyébként, hogy mondjam, hogy a Rotarynak az egyik legnagyobb, hát két nagy, még nagy területe van a Rotarynak egyébként, ami az alapvető támogatási célja, a Cserediák program. Tehát a Cserediák program, ami egy országos program, hogy a magyar diákokat a Rotary elhelyezi a világ sok országába, rotaris családokhoz, tehát garantálta a jó etikai működő családhoz való jutnak. Ez az egyik nagy dolga a Rotarynak, és a másik pedig a Foundation alap, ami ugye a Rotarynak van egy nagy alapítványa, a nemzetközi alapítványa, amiben minden ország fizet hozzájárulást, mi is, magyarok is fizetünk, hogy mondjak egy számot, a magyar 52 klub 34 ezer dollárt fizet ebbe az alapba, és ezekben az alapokból aztán lehet pályázni minden klubnak. És ja, még nem is mondtam azt az előbb, hogy ugye ennek a Párczi Gusztáv iskolának a finanszírozásába beszállt ez a Rotary Foundation alap is. Onnan kaptunk 1050 dollárt, az 310 forint értékben kaptuk erre a pályázatra, amelyet a Várci Gusztáv sportfejlesztésre volt. Ez egy elég bonyolult pályázati űrlap kitöltés, rengeteg indoklással, rengeteg anyagot kell összegyűjteni hozzá, meg kell szavazni a klubnak, és hogyha ügyesek vagyunk, jó célt szolgálunk, akkor lehet pályázni, és akkor kapunk a Rotary International. De ebben az évben, ebben az egész országban 12 ezer dollár értékben lett ilyen district grantnek hívják ezeket a pályázatokat, ezekből annyi pénzt kapott az ország klubjai. És vannak ilyen nagy projektek, global grantnek hívják őket egyébként, ha mi egy nagyon nagy projekt akarnánk csinálni, 15 ezer dollár az alsó határa, így az 4,5 millió forint, hát ez majdnem 4 millió forint körül van. Ha annál nagyobb projektet akarunk létrehozni, és tudunk más országból szerezni hozzá támogatókat, ami nem nehéz. Hát vannak olyan országok, ahol ezek a Foundation alapokban annyi pénz van, mint a fene. Hát a németek örömmel ajánlják fel mindig a támogatásukat a magyar kluboknak, hogyha jó projekteket csinálnak, akkor szívesen beszállnak ezekbe. És hogyha idegen, más országokból, tehát külföldi országból is beszállnak ezekbe a magyarországi klubok projektjeibe, akkor a Rotary International megduplázza, még egyszer ugyanannyit ad. Tehát ha magyar, akkor egy osztrák, vagy egy német, vagy egy belga klub összehoz, mit tudom én, 30 ezer dollárt, akkor 30 ezer még ad a Rotary International. Így alakult, hogy akkor mondjam, Szekszárdon egy nőgyógyászati felújítást, labort, vagy ilyen szülő, nem tudom micsodát csináltak tavaly évben, ami 108 ezer dollárba jött össze, annyit jött össze erre a projekt, ez egy nagy nemzetközi projekt volt. Nagyon köszönjük, hogy vannak, és köszönjük, hogy befáradt hozzánk a stúdióba. Szerintem még a jövőben is bőven fogunk találkozni, hiszen számos projektjük lesz. Igen. Remélem, hogy következő elnököt is hívják meg, hogy sok szeretettel fog jönni biztos. Köszönöm szépen. Vendégem volt Kovács Antal, a Szentendrei Rotary Klub soros elnöke. Még egyszer köszönöm, hogy befáradt hozzánk. Nézőinknek köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!